A világ szép nátszál, kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, Hetet hét országon is túl, Az óperenciás tengeren is túl, De még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl. Volt egyszer egy király, s annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkent a bajúsza, feleségül vett egy szép király kisasszonyt, de a kisebbiket hiába bíztatta az édesapja. Azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb király kisasszonyt meg nem találja. – No, azt keresheted, – mondotta a bátyja, – mert a legszebb király kisasszonyt én vettem feleségül. – Hiszen szép a feleséged, – mondotta a királyfi, – de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája. És mikor az idősebb királyfi továbbment, azt mondta a kicsi királyfinak. Bizony, jól mondottad, van ezen a világon a bátyád feleségénél szebb király kisasszony. Csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert ez a világ szép király kisasszony, a te bátyád feleségének a huga. No bizony, ha az, megyek is utána. Megállj csak, fiam, mondotta az öreg asszony, nem találod azt meg az apja házában? El vagyon az rejtve? Egy nátszálban. hallottad -e a hírét a fekete tengernek? Fekete tengernek a 77. szigetében vagyon három nátszál. A középsőben van a világszép szép király kisasszony, s a két szélsőben a két szoba leánya. De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda találsz is, egy vén boszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élete gyertyája, míg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Fölnyergelte a legjobbik lovát, s indult még aznap, hogy fölkeresse a világ szép nátszál kisasszonyt. Ment het, -het hét ország ellen, estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe. Rengeteg nagy erdőben betért egy kicsiny házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öregasszony. Köszönti az öregasszonyt illőképpen, fogadja az is nem különben, s kérti. Ugyan, hol jársz itt, fiam, ahol a madár se jár? A világ szép nácál kisasszonyt keresem, aki a fekete tenger 77. szigetjében egy nácálba vagyon elrejtve. Ugyan bizony, Hallotta-e a hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édes fiam. De túl a hegyen, a kerekerdő aljában lakik a néném, azt talán hallotta hírét. Hé, Mici, hopp elé a sudból, szólott a macskájának. Igazítsd útba ezt a legényt. Kiszökött a macska a sudból, s a királyfi utána ment. Mire Pity mallott, megtalálta a másik öregasszonyt is elmondja, hogy mi jóban jár. Hallgat, hallgat az öreg asszony, mintha erősen gondolkoznék, és aztán azt mondja. Hely, fiam, nem érsz te oda soha világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amely sárkány tejet szopott, Égő parazsat evett, stűz ivott. De ihol három aranyhajszál, meg egy kilincs madzag. Mikor kiérsz erre, meg erre a magas hegyre, Ott a madzaggal csap meg a három aranyhajszálat, S egyszeribe eléd toppan a táltos paripa. Elindult a királyfi, s meg sem állott, Míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott megcsapja kilincsmadzaggal a három aranyhajszálat, s így, Halljatok csodát, ég föld megzendült, szállt a levegő nagy, erős vágtatással egy aranyszűrű ménes. Aranyszűrű ménesből kivált egy paripa. Szakadt a lánga két orralikán, s nyerített hármat egymás után, hogy meg megcsendült bele az egész világ, s csak eléje toppant a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a madzagból? Szép kantár, hogy csak úgy ragyogott. Na, no, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy, mint a szél, vagy úgy, -e, mint a gondolat? mondotta a királyfi. Mint a gondolat, édes lovam! Jól van, kicsi gazdám, tudom én, mi a szíved szándéka. De addig hiába megyünk a fekete tenger 77. szigetére, amíg meg nem járjuk a napnak fényes pitvarát, és onnét egy égő sugarat el nem hozunk. Nekiérezkedik a táltos a levegőnek, Felszáll, mint a madár, Aztán nekivág, hasítja a levegőt, Vágtat, mint a gondolat, S egy jó szempillantást nem telik bele. Megérkeznek a napnak Fényes pitvarába. Leszáll a királyfi, S a nap pitvarában Van egy aranykád, Aranykádban tűzfürdő, Megfürdött abban. Gyémánt szegen aranytörölköző, Abban megtörölközött. Ez is polcon aranyfésű, azzal megfésülködött, s volt ottan egy tükör. Odaállott, s nézegette magát. De halljátok csak, mi történt. Kijön a pitvarba egy haragos öregember, bizonyosan a napnak szolgálja. Meglátja a királyfit, amint nézegeti magát a tükörben. Nagy mérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovastúl minden túl, hogy 77 ezer mérföldig sem ért földet a talpuk akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Hely, búna kereskedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha, míg a világ s még két nap, meg nem látja az áldott fényes napot, nem, hogy annak egy sugarát a fekete tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva, mászva tapogattak elébb-elébb, hol kígyóra, hol békára léptek, és mikor vagy hét nap, s hét éjszaka eltelhetett, akkor egy nagy vaskapuhoz értek. No, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, mert itt meg egy százfejű sárkány állott strázsát. Az ugyan által nem ereszti a kapun. Sóhajtozott, tűnődött a szegény királyfi, hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra kezével, hát ha másfelé mehetne. S ím, egyszerre valami pálcács a kezébe. Azám, nem pálca volt az, hanem furuja. Nagy bújjában, bánatában belefújt a furujába, s hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. És mit gondoltok, mi történt? Az történt, hogy a százfejű sárkány szépen lefeküdt a földre, egyfejesen mozdult meg, úgy hallgatta a furúja szót. De bezzeg neki bátorodott a király fís, a vaskapun szépen kisétált. Hát, ahogy keresztül ment a vaskapun, nyíladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges, szép leány, aki nem volt más, mint maga a hajnal. A napnak legszebb, s legkedvesebb leánya. Hogy történt? Mint történt? Én bizony nem tudom. Elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi, maga mellé ültette az ő szárnyas lovára, és vitte hetet hét ország ellen. Míg nem, fölértek a napnak fényes pitvarába. Ott kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, s azt mondotta. Na királyfi, most már mehet megtalálod világ szép nátszál kisasszonyt. S ím, abban a szempillantásban honnét, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája. Fölpattant rá a királyfi, s vágtattak a fekete tenger felé. Hanem egyszer csak megszólal a táltos, s mondja. Hallod-e, kicsi gazdám, mindjárt ott leszünk a fekete tenger 77. szigetén de jól vigyáz, úgy vágja három nátszálhoz, hogy egyszerre vágd le, mert különben vége az életednek. Azt a három nátszálat addig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk, mert ha vizet nem tudsz adni nékik, szemed láttára szörnyet halnak mind a hárman. Hét nap, hét éjjel vágtatott a táltos, akkor értek a fekete tenger 77. szigetére. Na, ez a sziget csak ugyan olyan sötét volt, hogy a királyfi felakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a hajába font napsugár, és egyszerre lett ragyogó világosság. Hát csak ugyan ott van a sziget közepén három nácál. és amint a királyfi odaér, a három nácál szépen meghajlik előtte, pedig szellősen fújt. Kirántja a kardját a királyfi, Megsuhintotta, s egy csapásra tőből levágta mind a három nátszálat. S ím, a három nátszál tövéből fekete vér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a földből. Az a fekete vér a vén boszorkány vére volt, s a keserves jajgatás az ő jajgatása. No, ez ugyan nem árt ezután senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi szépen az ölébe fektette a három nátszálat, és ezt mondotta a lovának. – No most, édes lovam, vígy az én házamba, rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatott a táltos hetet hét ország ellen. A királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat. Szerette volna felhasítani, hadd lássa, csak ugyan leány van-e bennük. Vagy hiába bolondították ide a fekete tenger 77. szigetére? Ő bizony elővette a csillagos bicskáját. Felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűségesen szép leány. A világ szép nátszál kisasszony egyik szobalánya. Az volt az első szava. Vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. De most csak megijedt a királyfi. Adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé, meghalt a leány a két nádból pedig keserves sírás hallatszott. A szegény leányt síratták bizonyosan. Búsult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költegette a leányt, ébrezgette, de hiába nem ébredt fel. Leszállott a lováról, sírtásott kardjával, s eltemette a leányt. Aztán mentek tovább, s az ördög szállott ébele vagy mi, felhasította a másik nádszálat is éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s világszép nátszál kisasszonynak meghalt a másik szoba leánya is. No de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nátszára vigyáz, mint a szeme világára, hogy ezt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Ej, hey, pedig úgy szerette volna látni világszép nátszál kisasszony. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszer csak leszállott a táltos a égből, épp egy forrásvíz mellé. – No, édes gazdám, most felhasíthatod a náccálat, de elébb meríts vizet a süvegedbe! Telemerítette süvegét a királyfi, aztán szépen felhasította a náccálat, nehogy megsértse a világ szép nácál kisasszony gyöngetestét. S ém, csak a nácából egy olyan szépséges leány, amilyet még emberi szem nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a téd, ású kapa, s a nagy harang válaszol el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, s a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a király apjának az udvarába. Csaptak nagy lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények, sleányok, még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége. Fuss el véle.